akarjuk altatni egy égő anyagot. Mi az, amit hát meg kell szüntetni? Vagy az oxigént, vagy a gyulladás hőmérsékletet, vagy az adat. Tehát a gyulladás hőmérsékletet lecsökkentünk. Na, akkor most hozzáfogunk, jó? Tehát az első kísérletünk a lángcsóva. A kísérlet menetét kérném elolvasni, mert ezt most én csinálom, és nem tudom, milyen anyagok hogy vannak benne. Légy szíves, olvasd el, Kinga, hogy mi a kísérlet menete, ahol alatta. Kísérlet menete. A barlangban 10-12 csepp etilálkóval teszünk, majd lezeljük kupakkal. Összezárás és kupakkal levétel után messziről égő gyújtópászát tartunk a barlang szájához. Na kérem, ebbe a hát nem ballon, hanem üveg, tehát azért ennyi. Ebben már a Marika néni nekem rakott alkoholt, ugye? Az alkohol benne van, itt van ez az üvegben, benne van az alkohol, ezt így jó összerázzuk, és most azt kérném mindenkitől, hogy mindjárt segítséggel meggyújtom azt a borfeszégőt, és akkor itt van nekem pálcika, nagyon-nagyon figyeljél, jó? Ezt a redőnyt itt engedjük már, jó? Tehát tessék nagyon figyelni. Mindenki figyel, mert pillanatok alatt fog lejátszolni a kísérlet. Na, akkor kérem. Ide raktam. És akkor tessék figyelni, szerintem használhatom én azt is. Akkor azt kérném tőled, hogy majd mindjárt, jó? Várj egy pillanatot. Most vegyed el. Tehát kérnék, szerinted mi gyullad be? Az alkohol gyullad be. És akkor miért, szerinted miért volt ilyen gyors? Tehát miért volt szerinted? Az alkohol gyullad be. Tehát így van, egy bizonyos alacsony a gyulladási hőmérséklet, és ott az alkohol gőzök belobbantak, és most abban nincs alkohol, de az alján valami mégis van. Mi maradhat? Víz. Víz. Ugye? Tehát az alján víz, hát ez egy nagyon látványos kísérlet volt, remélem azért, ha figyeltél, láttad. Akkor nézzük meg ott, leírtuk, hogy